Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Lukács evangéliumához kötődik, a 7. fejezetből az 1-től a 10. versig. Egy pogány századosról van szó, akinek a kérését Jézus teljesíti. Fölmer az emberben a gondolat, hogy egy pogánynak és hogy miért. Pontosan azért, mert volt benne hit és volt benne alázat. Nem ismeri Jézust, csak egyszerűen hallott róla. Kötelességét hűségesen teljesíti, emberséges, hiszen a szolgája ügyében fordul Jézushoz, aki beteg, és kéri Jézus, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. Erre a hit és alázatra szeretettel válaszol az Isten. Ma is élnek közöttünk olyanok, akiket anonim keresztényeknek hívunk, tehát névtelen keresztényeknek, nem tartoznak az egyházhoz, de ugyanazt az értéket valósítják meg, amit a keresztényeknek kell, becsületes munka, alázat, a szeretet tetteinek a megmutatása, gyermekeket példás módon nevelik, és sorolhatnánk tovább az értékeket. Ha Jézusról hallanának, ők is eljutnának a hitre. De ez a mi feladatunk is, hogy elvigyük hozzájuk Jézusnak a jó hírét. A pogány századost annyira tisztelte az egyház, hogy minden szentmisében elmondjuk az ő hitvallását, mégpedig a szent áldozás előtt ezt mondjuk: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul nem a szolgám, hanem az én lelkem. Mi is mindannyian kivétel nélkül értékeket hordozunk, nekünk is fel kell fedeznünk az értékeket másokban is. Hiszen minden emberben van valami jó, amit értékelnünk kell, és hogyha ehhez még eljut hozzájuk Jézusnak az örömhíre is, akkor képesek lesznek őt követni a mi szolgálatunk által. Köszönöm a figyelmet!